Könyv a kunkapukról, megemlékező istentisztelet, Doni katasztrófa karcagi áldozatai. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 13-án 18 óra 5 perckor. A Csokonai Könyvtárban mutatták be dr. Eskovács Ilona etnográfus, a Nagykunsági Népművészek Egyesülete elnökének most megjelent Kunkapu című tanulmánykötetét. Az Egyesület szeretné felkutatni a faragó és díszítő művészet minden ágát, a kunhímzéstől csipkeverésen át a kunkapu készítéséig. Utóbbiról készült az etnográfus legújabb kötete. A karcagi kapu, a kunkapu, nem véletlenül használom ezt a jelzőt, hogy karcagi, mert csak itt van. A Nagykunság többi városába más szerkezetű nagykapukat alkalmaznak, ott nincs fedele a kiskapunak, azok leginkább fűrésszel díszű és nagyon-nagyon szép kapuk. Na most nagyon szépek a Nagykunságban a fejfák is. Ez nem tartozik ugyanehhez a témához, de a könyvemben megemlítettem, mivel a nagykapu oszlopoknak a faragása és a fejfáknak a faragása rokon. Ugyanígy foglalkoztam az épületdíszekkel egy kicsit, az ugyanúgy, mint a kapuk díszlécei mindig fűrészeléssel díszítettek, így a kerítés deszkáknak a széle, az egykori náttetős házaknak az oromdésze, a vereménye, és így tovább. Tehát nagyon sok fűrészelt díszítés található ezeken. A Nagykunság gazdag faragó hagyományát, amely a 19. század utolsó harmadában élte fénykorát Karcagon is. A vésett díszű fedeles kunkapu, a faragott nagy kunkapuoszlopok és a vésett díszű fejfák sok helyen megtalálhatóak voltak, ma már csak elvétve látni ilyet a városban. Sajnos Karcagon nagyon kevés eredeti kunkapu maradt meg, leginkább csak töredékeik. Ilyen kunkapu például a Sós István út 11-ben egy gyönyörű, szép, évszámos, 1896-os, fantasztikusan vastag, gyönyörű faragású kapufélfák, de sajnos a kapunak a többi része már felújított. Damjanics utcában, Dózsa György úton és a Kazinci utcában van még egy-egy eredeti darab, és minden más bizony vagy újabb, a nemrégen élt, meghalt például Bugyik Lajos bácsi, vagy a ma is élő, hál' Istennek és alkotó Szabó Sándor, Dombrai Imre, Andrássy Mihály, Cuppál kapui ezek, amelyek láthatók a városba szanaszét, de nem elég. Egykor az 1800-as évek utolsó harmadában voltak olyan karcagi utcák, például a Damjanics utca, ahol szinte minden háznak a kapuja faragott, szemöldökfás, koporsó tetejű és áttört díszléccel díszített kapu. Dr. Eskovács Ilona kutatásának köszönhetően már egyre több dokumentum áll ebből az időszakból a rendelkezésre, és ezek alapján nyáron faragótáborban karcagi és környékbeli mesterek egy vésett, faragott kunkaput állítottak a református templom kertjébe. Az emlékmű az egykori fedeles kapuk és kapuoszlopok díszítő elemeinek, valamint nagykun és református szimbólumok felhasználásával készült, Andrássy Mihály faragó népi iparművész vezetésével. A kötetet dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Faragást, ami egyébként egyedülálló, és a Kárpát-medencében én nem is láttam hozzá hasonlót. Testvéremmel, családtagimmal végigjártunk sok települést, de a tisztelt jelenlévők is a Kunságon kívül bárhova megyünk, nem látunk ilyen faragásokat, mert más a Tiszavidék, más Szilágyság, az erdélyi már említett kapu típusok is teljesen mások. A legközelebbi ez a 2800 éves, ami ilyennek tűnik, úgyhogy erről még azt hiszem, hogy elnök asszonyal majd egy pár szót mindenképpen célszerű, ha váltunk, és én ezt az információt szerény hozzájárulásként hoztam a mostani alkalomra, mert szerintem a kötet az nagyon hasznos.
összefoglaló, de egyúttal legyen egy kiinduló pont a további munkához. Mert szerintem biztos, hogy egy olyan gazdag terület ez, amiből még lehet merítkezni, és a megújulást is ezt szolgálja, hiszen az fontos dolog, hogy minél több új kapu legyen. Ahogy említettem, egyfajta antropomorf jellege van ezeknek a kapuknak, és 1990-re a könyv le is vezető, ugye elfogytak gyakorlatilag, nagyon kevés volt, már Karckon 35-40-et írattunk annak idején össze, már a rendszerváltás után alakult új önkormányzat, és akkor fogalmazódott meg azt, hogy meg kellene menteni ezeket a kapukat, magát a típust, mert a kapuk egy része az nyilván múlandó, de maga az építkezés részét képező kapu az egy hihetetlen értékünk nekünk. Megemlítette Györfi Sándor meghatározó alkotását, a Németh Gyula szobrát, gazdagító kaput, amely egy eredeti kunkapu bronzba öntött mása. Akkor Györfi Sándor egy meghatározó alkotással gazdagította a karcegi főteret Németh Gyula szobrával. Elnök asszonya a közelműködve, úgy tudom, úgy került oda az a gyönyörű kunkapu, aminek mái napig csodájára járnak az emberek. Nem hiszik-e, hogy az fényből van, tapogatják néha, hogy lehetett olyan életűen megőrizni ezt az örökséget. És ez inspirálta aztán, úgy látom, az építetőket, az önkormányzatokat is, és jó néhány szomszéd településen, de Karcagon is születtek végre új kapuk. Tehát Karcagon például a Káváriánál, a Szőlőshalomnál, a kórházúti lakásoknál, a Szélmalomnál, a Szélmalmi fogadóháznál, a Morgónál, a régi helyett egy újabb kapu készült az elmúlt időszakban, és volt egy pályázat is a Városvédő Egyesület a város közreműködésével, hogy támogassuk azt, hogyha valaki ilyet állít, aztán azt hiszem, hogy egy vagy két kapu készült, de van, ami ettől teljesen függetlenül épült meg. Én arra büszke vagyok, hogy a mi családunk, hárman lakunk egymás mellett, mindegyik ház elé állított egy ilyen kaput. A nagykunsági faragás virágkorában 1906-1908 között készült az első sorozat, 1911-ben a második, és 1928-ban a harmadik. A pusztulás és a kunkapi készítés hagyomány feléljesztésének korából az 1990-es évekből egy teljes fényképgyűjtemény maradt meg. A mai állapotot tükröző fényképsorozat zárja a források hosszú sorát. A kutatás számára nagy jelentőséggel bír a Néprajzi Múzeum rajz- és fotógyűjteménye, valamint Újházi Sándor 12 darabból álló karcagi fényképsorozata, amely 1911-ben készült. A kötetben láthatók Györfi István 1928-as fényképei is, az 1994-ben kiírt kapufotó pályázat anyaga és a tavaly készült fotók. A református nagy templomban igét hirdetett nagy tiszteletű Fodor Gusztáv lelkész. A katasztrófa 77. évfordulóján vasárnap főhajtással emlékeztünk azokra a katonáinkra, akik kötelességük teljesítése közben estek el Voronyezs környékén. A református nagy templomban igét nagy tiszteletű Fodor Gusztáv lelkész Tisza Szent Imre, Tisza Dezs hirdetett. Mélységesen szomorú, és mégis egy vigasztaló eseményen lehetünk most itt együtt, itt az Isten házában. A II. Világháború legnagyobb magyar hadikatasztrófájára emlékezhetünk. 1943. fagyos januárjára, a II. Magyar hadsereg teljes pusztulására, a közel 100 000-es emberveszteségre a Donkanyarban. 77 éve történt ez a tragikus történelmi esemény, melyre nagyon sok történész így emlékezik, a magyarok Golgotája. Szinte nem volt olyan magyar család, ki nem lett volna érintett ebben a szörnyű tragédiában. Dr. Harsányi István tartalékos hadnagy Doni naplóját olvasgattam, és közben mélységes szomorúság töltötte be a szívemet, a lelkemet az ő 1030 fős állományából, 875 fő veszett oda. Az istentisztelet után Györfi Sándor kosúdias szobrászművész Kun Piéta emlékművénél nagy tiszteletű Koncz Tibor, a nagykunsági református egyházmegye esperesének emlékező gondolatai és a szózat eléneklése után a városkoszorúját Dobos László polgármester, Gyurcsák János és Kovács Szilvia alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyző helyezte el, majd a jelenlévők, köztük Kovács Pál államtitkár és F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője,
mécsesek gyújtásával emlékeztek meg az áldozatokról, hozzátartozóikról. Fodor Gusztáv emlékezett a karcagi és egyáltalán a hősökre. Nem tudom, hogy önnek van a személyes érintettsége, legalábbis számomra ez jött le a beszédéből. Személyes érintettségem olyan szempontból van, hogy a nagyapám 39-ben, ugye mi Kárpátalján születtünk, nagyapám 39-ben, amikor Kárpátalja hazatért, akkor visszatért, Kárpátalja hazatért, akkor beállt ő is önkéntesnek a Magyar Királyi Hadseregbe. És ő akkor még kicsit kezdő volt, amikor gyakorlatilag ezek a harcok zajlottak, de tudom, hogy Kárpátaljáról is nagyon sokan voltak, nagyon sokan elestek 1943. legszörnyűbb januárjában, és nagyon sok kárpátait képviseltem itt Karcagon, és nagyon-nagyon jól esett a lelkemnek ez a megemlékezés. Megtöltötte a szívemet újra haza szeretettel, úgyhogy Karcag ez egy ilyen hely, aminek ilyen nagyon komoly térereje van, nem csak a magyarság. Amikor a magyarság és a hit találkozik, akkor csodák történnek, és az a hadnagy, akinek felolvastam a naplójából azt a pár gondolatot, az is nagyon megfogott, hogy ő hívőként volt ott a harcokban, és imádkozott, kérte az Istent, hogy tegyen csodát, és ez a csoda megtörtént. És egyébként ez a vágy van most a szívemben, hogy Isten tegyen csodát most a mi magyar nemzetünkkel, hogy azok a fiatalok, akiknek talán ez az emlékezés nem jelent semmit, ők meg tudjanak újulni a hitükben, és meg tudjanak újulni a nemzetiségi identitásokban, a magyarságukban, ebben a fajta identitásban. Ez a kettő kell ahhoz, hogy jövője legyen Magyarországnak, és én hiszem azt, hogy ezzel az istentisztelettel, ezzel a gyönyörű, megható emlékezéssel mi ebbe a gyönyörű épületbe tettünk be egy nagyon sok építőkockát. És hát egyetlen egy szóval tudnám jellemezni a vezérfonalát az önbeszédének, a szeretet. Hiszen ekkor észülte mondani valóját és mindazt az emlékezést, ami elhangzott a templomban. Így van, gyakorlatilag a szeretetnek a legcsodálatosabb példáját maga Jézus mutatta, hiszen az alapigéma János 15-ből volt, hogy igazából abban van a legnagyobb szeretet, aki az életét tudja adni a barátaiért. Jézus gyakorlatilag a példája ennek a hatalmas szeretetnek, és az én példám is ő, és én az ő szeretetéből tudok mindig meríteni, amikor az én szeretetem elfogy. Nagyon sokszor volt már úgy, hogy elfogytam egy kicsit. Ugye általában az év végére mindig el szoktam fogyni, fizikailag, lelkileg is, de úgy érzem, hogy január mindig újra tölt, és bármilyen tragikus, bármilyen szomorú ez az emlékezés is, de mégis fel tudott tölteni, és egy kicsit meg tudtam újulni ebben a szeretetben én magam is, és a karcagiek szeretetében is. Én nem csak hoztam ide szeretetet, hanem mindig kapok Karcagról, Karcagtól, és ezt szeretném Karcagnak megköszönni. A városunkban is a Doni katasztrófa karcagi áldozataira emlékeztek. Evkovács Sándor, a városunk országgyűlési képviselővel beszélgetünk a Doni megemlékezés után. Ön is nyújtott mécses, van-e személyes érintettsége a családnak? Így van, én azt gondolom, hogy ezekben a tragédiákban, a Doni tragédiában szinte nincs olyan karcagi család, nincs olyan magyar család, akinek nem veszett volna oda a hozzátartozója, hiszen majd 200 ezer magyar katona pusztult el, halt meg ezekbe a napokba, és mindenképpen emlékezni rá kell rá. Kötelezettségünk is, és kötelezettség is az, hogy emlékezzünk a hősökre, emlékezzünk a mi őseinkre, hiszen ők voltak azok, akik miatt mi itt lehetünk, ami miatt mi magyarnak hívhatjuk magunkat, magyarul beszélhetünk, és építhetjük ezt az országot. Nagyon sok idős jött el, és láttuk, hogy itt megsimogatták a felírt neveket, tehát ők azért még jobban kötődnek ehhez a korhoz, mint mi fiatalabbak. Így van, nem volt olyan karcagi család, egy fiút, egy férjet, egy gyermeket neveztet volna el. És hát amikor látjuk a két világháború emlékművét Karcagon, látjuk a neveket, akkor látjuk azokat a karcagi neveket, akik most is a családok nevei itt Karcagon, látjuk azokat a neveket, akik valamelyik karcaginak fia, férje, szüleje volt, és mindenképpen pótolhatatlan az a veszteség, amit ők jelentenek, ők jelentettek számunkra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!